Sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves nézőt, alsősit és minden ide kötődőt. A kormány újabb 90 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, ami azt is jelenti egyben, hogy újabb 90 napra a polgármesternek adott döntési jogot, de én az a tisztában vagyok, hogy kikéri a képviselőtestület véleményét. Milyen döntéseket sikerül ez ügyben hozniuk? Valóban veszélyhelyzet van ismét, és hát ezt az állapotot már megszokhattuk a tavalyi évben is, ami nagyon megnehezítette mindannyiunk életét. Én nagyon remélem, hogy ez hamarosan előbb-utóbb a járvány az oltások révén is a végéhez fog közeledni, és majd hát a nyári időszakban újra egy sikeres szezont könyvelhetünk el, de valóban a döntéseket a polgármester hozza. Nálunk is, mint más településeken, nagyon ügyelek arra, hogy valamennyi képviselőtársammal egyeztessem, és jól előkészítsük, hogy a lehető legmegfelelőbb döntést hozhassuk meg közösen. Tehát egy ilyen köröztetésnek hívom én magam, a vezető társaimmal is napi kapcsolatban vagyok, illetve a képviselőtestület tagjai pedig minden ügyet, tehát a legkisebbektől a legjelentősebb ügyekig, most ugye a költségvetés volt napirenden, átbeszéljük, levelezünk, és a döntést, igaz, hogy én hozom, de mindenképpen ez közös döntés eredménye. Hogyha a beruházásokat nem tekintjük, a jelentős felhalmozási kiadásainkat, akkor az önkormányzatnak a működő képességét olyan 7-800 millió forintos költségvetés biztosítja. Ez nyújt fedezetet a négy intézménynek a működtetésére, úgyhogy beszedjük a bevételeket és kifizetjük a kötelező kiadásainkat. Ezen túl a fejlesztésekre, pályázatokra kapott összeg módosítja tulajdonképpen általában felfelé ezt a főösszeget. Volt, hogy másfél milliárd volt, volt, hogy ennél is több, tavaly ugye már egy kicsit szerényebb, most tulajdonképpen a kerékpárút és a Varázserdős pályázatok miatti állami támogatás, illetve beruházás összege nyomja meg ezt az összeget. Ezek ez évben 320 millió forintot tettek ki, de például tavaly előtt ez 7-800 millió forintos összeget jelentett. A tavalyi év bebizonyította, hogy a koronavírus mellett is van élet, hiszen számos fejlesztés megvalósult. Mit remél az idei évtől? A költségvetésnél óvatosan tervezünk természetesen, de én nagyon bizakodó vagyok, és egy olyan esztendőre számítok, mint a 2020-as év volt, tehát a főszezon teljes egészében nagyon nagy vendégforgalommal fog remélem zárulni. De ezeken kívül óvatosak vagyunk olyan szempontból, hogy azokat a beruházásokat, amelyek nem pályázati forrásból történnek, ezeket egy kicsit tovább halasztjuk. Most inkább a tervezésre fektetünk nagyobb hangsúlyt, és hát természetesen azok is forrásokat igényelnek, pénzforrásokat, de előkészítési folyamatban vagyunk, és remélem az ősszel, hogyha sikeres a nyár, akkor nagyon sok mindent meg fogunk tudni valósítani, akár útfejlesztésre, vagy közvilágítás bővítésre gondolok. 2021-ben az önkormányzat bőzsé főösszege 1,1 milliárd forint körül fog alakulni, ez négy intézményt foglal magában. Az önkormányzat közel 600 milliós költségvetés, a hivatal 84, településműködtetési szervezetünk 270, illetve az óvodánk 143 milliós főösszeggel rendelkezik. Az önkormányzat bevételeit ez évben is ugye a saját bevételei, bérleti díjak adják, állami támogatás, amely szintén kevesebb lett, nem számolhatunk ez évben sem az idegenforgalmi adó plusz egy forintjával, kevesebb lett az iparűzési adóra tervezhető összeg. A szokásos adóbevételénk olyan 240-250 millió forint körül mozognak. Ebben az évben figyelembe véve ugye az iparűzési adó csökkentést, az idegenforgalmi adó csökkenést, ez 190 millió forint. Tehát a tavalyi évben is már 260 millió forint körül terveztünk, ehhez képest 200 millió forint folyt be, most 190 millió forintot terveztünk, reméljük, hogy ez azért be fog jönni.
mert ilyen helyzetben tulajdonképpen még hadd mondjam azt, hogy 10-20-30 millió forint is számít az önkormányzatnak. Reméljük, hogy a strandot, kempinget ez évben is meg tudjuk nyitni még a szezon elején, és ez így majd biztosítani fogja a költségvetésünknek a stabilitását. Az intézményeink főbevételét, település működtetési szervezetünk esetében ugye a strandbevétel, kempingbevétel adja, óvodánknál az étkezési bevételek, ugyanakkor az állami normatíva szükséges részét is átadjuk az intézményeknek, és hát igyekszünk a kötelezettséggel járó pályázatainkat, kiadásainkat teljesíteni. Terveztünk mi azért minimális rendezvényekkel, tehát azt gondoljuk, hogy ez évben sem lehet több ezres létszámot vonó rendezvényeket tartani, de hasonlóan a tavalyi évhez azért erre is biztosítottunk keretösszeget, remélve, hogy a belföldi turizmust azért próbálja az állam is finanszírozni, propagálni, mi is megpróbálunk ennek elébe menni, és kiszolgálni az ide látogató vendégeket. Próbáltuk úgy tervezni a költségvetést, hogy mindenre jusson fedezet. A tavalyi évben a pandémiás helyzet, mint ugye sok önkormányzatnál, nálunk is azzal járt, hogy a védekezésre bizonyos eszközöket, fertőtlenítőszereket, maszkokat be kellett szerezni, és nem csak az intézményeink, hanem a lakosság részére is nyújtottunk ebben támogatást. Ez az önkormányzat számára 4-5 millió forintos kiadást jelentett. Ebben az évben sincs ez másképp, bár kapott az önkormányzat számos felajánlást, maszk és készfertőtlenítő ügyben is, viszont mivel a hivatalba is begyűrűzött sajnos a COVID-fertőzés, teszteket kellett vásárolni, a dolgozóinkat szűrni óvodában, iskolában, ez mind jelentős költséggel jár az önkormányzatokra nézve, és azt gondolom, hogy nem csak nálunk, máshol is. Sajnos ugye polgármester úr is átesett a koronavíruson. Mennyire volt nehéz régi kerékvágásba visszaállni, és ismét ellátni a feladatokat? Hát ugye, mivel enyhék voltak, hála Istennek, a tüneteim, és akkor is otthonról részt vettem a munkába, bár a polgármester úr, jegyző úr irányításával minden működött, de pillanatok alatt az ember visszazökkent, úgyhogy 2 hét kihagyás után most már ugyanazzal a lendülettel én is személyesen itt a hivatalban, illetve a faluban folytatom a munkát. Nagyon sok az aktualitás, nagyon sok a feladat, elkészült a praktikumtár, nem sokára mindenki megkaphatja, elektronikusan már olvasható, postaládákba pedig a lakosoknak, illetve a nyaroló tulajdonosoknak is el fogjuk juttatni, és minden olyan összevételt, amit kaptunk az egy év alatt, ezt én beledolgoztam ebbe a kiadványba, úgyhogy használják egészséggel, meg reméljük, hogy nagyon praktikus és hasznos lesz az a sok információ, ami egyébként a tavalyi évhez képest is újdonságként megjelenik. Mik is az aktuális feladataink? Jelen pillanatban a Varázserdőnek az üzemeltetési szerződését fogjuk kiírni, nem sokára megjelenik, nyilvános pályázat, mint minden. Bárki jelentkezhet, illetve egy bizottság fogja előterjeszteni a képviselőtestületnek majd a döntést, hogy kik azok a szakmai pályázók, akik majd esetleg indulnak ezen a megmérettetésen, hiszen nagyon fontos, hogy milyen kezekbe fog kerülni ez a nagyértékű létesítmény, rendezvényközpont interaktív részekkel. Ezen kívül a benzinkút ügyben hamarosan, most már, hogy a szakhatósági egyeztetések lezárultak, meg tudja kérdezni a tervező partnerünk a állandó és nyaraló lakosokat. Ez talán március elején már kimehet ez a levél, egy kis csúszással. Ugye itt veszélyhelyzet van, tehát ne felejtsük el, hogy azért egyéb feladataink is vannak, hiszen most is napi kapcsolatban vagyok az összes intézménnyel, ugye az óvodában is, iskolában is voltak olyan esetek, ami miatt intézkedéseket kellett elrendeni. Hála Istennek jelen pillanatban újabb megbetegedés egyébként nincsen, illetve az iskolában csak az 5. osztály van digitális oktatás alatt. De visszatérve a kérdésre, még egy rendezési terv korrekciót fogunk szinte azonnal elindítani, mert a balatoni kerékpárút tervezése során felmerült, hogy egy kis korrekcióra szorul a települési rendezési terv, ugye ez egy állami beruházás.
Az Alsőrs, Felsőrs, Veszprém kerékpárút első szakasza nem sokára elkészül, március 26-ára át fogjuk adni a kerékpározható részt egész Veszprém közigazgatási határáig, és itt ugye látható, ahogy a balatoni Bringa körútból az Endődi Sándor úton eddig a községházáig elkészült. A hosszas egyeztetéseket követően örömmel tudok arról is beszámolni, hogy folytatni fogjuk ebben az évben még az Endődi Sándor és az Alkotmány utcán külön nyomvonalon, tehát az árok lefedéssel és a sportcsarnok fölött egy külön nyomvonalon a projektet, ugyanis lehetőség nyílott rá a közbeszerzés révén, alacsonyabb árajánlat érkezett, mint az indikatív tervezési költségbecslés. Ezáltal tulajdonképpen két alternatíva áll majd a kerékpárosok rendelkezésére. Itt a sarkon, a községházánál, a Nagy László utcán be lehet kanyarodni, Szent István úton pedig föl, és azt követően az Alkotmány utcai nyomvonalra rá lehet csatlakozni, illetve ősz körül pedig az előbb említett szakaszon ugyancsak meg lehet közelíteni a település központját. Minden évben sikerrel pályázunk a Magyar Turisztikai Ügynökségnél népszerű fürdőhelyünk fejlesztésére, amelyik a település kirakata is egyben és gazdasági húzóágazata. És nagy örömmel tudok beszámolni, hogy megindultak az idei munkálatok a Kisfaludi 4-es számú pályázat keretein belül 4 szakterületben megújulhat strandfürdőnk. Itt, ahogy láthatjuk, 6000 négyzetméter gyep fog teljesen megújulni, illetve a 30 éves öntöző berendezést is ki tudjuk cserélni. Ezen kívül nagyon jól bevált a napozós tég, amelyiket a vízre helyeztünk el, újabb 20 négyzetméterrel tudjuk bővíteni, illetve nagyon nagy igény volt rá, illetve hát a környezet tudatos szemléletünket jól példázza, hogy a szelektív hulladékgyűjtés területén haladni fogunk az idei évben, ugyanis 20 szelektív edényzetet fogunk kihelyezni, ez is a program része, úgyhogy úgy gondolom, hogy az idei esztendő is nagyon bőséges, tartalmas lesz, és reméljük, hogy a helyi lakosok és a vendégeink nagy örömmel fogják fogadni ezeket a fejlesztéseket. Bizakodóak vagyunk, és én nagyon remélem, hogy most már, hogy megyünk bele majd a tavaszba, és jönnek az esetleges feloldó intézkedések, és a vállalkozó partnereink, illetve a civil közösségeink újra meg tudják kezdeni a tevékenységüket, ami nagyon fontos, és nagyon hiányzik. Remélem, hogy a felújított művelődési ház is, aminek most már az utolsó simításai vannak hátra, tudja fogadni civil közösségeinket is, mint otthonként, ugye 50 éves épület, és nagyon örülünk, hogy a Magyar Falu programból ezt is meg tudtuk valósítani. Pályázati előkészítések folynak, beruházások lenne a strandon és a kerékpárútnál, Viszmajor pályázatok, buszmegálló felújítási program. Tehát sorolhatnánk, hogy mik szerepelnek a költségvetésben, és amennyiben a szezon úgy sikerül, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a több mint 1 milliárd forintos főösszeget bevétel és kiadási oldalon is felelős gazdálkodással, de tudjuk tartani. Az idei esztendőre egy kiegyensúlyozott, békés esztendőt várok bizakodóan, és ehhez, illetve azokhoz a remélhetőleg közös sikerekhez mindenkinek nagyon sok örömet és jó egészséget kívánok!